Kellemes hétvégét kívánok nektek, hölgyeim és uraim, és remélem, hogy ma is velem tartatok abban, hogy rásegítsük a győzelemre a japán császári haditengerészetet a Tenno legnagyobb örömére és tiszteletére és dicsőségére. Destruction of Force Z 1941. december 10-e. Nem tudom, hogy mi a véleményetek a Royal Navy-ről, de hogyha úgy vagytok vele, hogy jó lenne, hogyha valaki letörné végre a szárnyukat, akkor ma lesz egy jó napunk. Nézzük. A British task force is lurking close to Singapore, hunting our transport ships. However, they've made two mistakes. Firstly, they have no air cover to protect them. Secondly, they've ventured into range of the bombers based at our airfields. Bombers that are even now being readied for action. Hadd szóljon. Tehát feladatunk annyiból áll, hogy süllyesszük el a Prince of Wales-t, valamint a Repulse-t. Ennyi. Nézzük. Okay. Kind of panic. Attacks will be focused on the battleships. Godona. The G3Ms with the torpedoes are still not on scene. Focus the attacks on the Prince of Wales first. Megbeszélhetjük. HMS Prince of Wales, sir. Na nézzük, hogy kísérik ezt az egész tökönméter szart, hátul az HMS Express, el pedig az HMAS, tehát az Austral Vampire, és az Elektra. Oké, okay. Van térképük? Továbbra sincs térképük. Ó, nem itt a térkép. Nagyon jó, tehát majd ilyen lesz a taktikai áttekintés térkép. Jelenleg még sok értelme nincsen, hogy váltsunk, de majd lesz. Először, mivel folyamatosan azt próbálják súlykolni belénk, hogy támadjuk meg a povot, ugye? Nyilvánvalóan nem azt fogjuk megtámadni, hogy hanem az HMS Express fog kapni egy-két szeretett csomagot az arcába. Finoman elé bombák kint. Viszlát. Amennyiben ezt a küldetést csinálnátok, ugyanezt tudom nektek javasolni, hogy ne is nagyon kísérletezzetek magasból indított támadásokkal, mert arcade játék ide vagy oda megdöbbentően jól képes reprodukálni azt a szituációt, hogy nagy magasságú level bombereket, tehát ilyen... hát nem tudom, hogy mi a magyar terminus technikus erre... egyáltalán nem sikló. Amikor nem zuhanó bombázol, hanem egyenes repülésből oldott ki a bombákat, nagy magasságból ráadásul úgy baromira lehetetlen mozgó, különösen manőverező hajót eltalálni, még olyan nagyot is, mint például egy csatahajó. Ezért aztán a legegyszerűbb, hogyha az ember leereszkedik deck szintre. A magasabb nehézségi fokozaton mondjuk az éjjel az tud fájni, de ennek sok jelentőség olyan szempontból nincsen, hogy egészen komoly magasságokon is az éjjel az úton tudja érni az embert, innentől kezdve meg olyan mindegy, nem igaz. Kicsit óvatosabban az oldalkormányon, hát nem lesz egy szép, nőies, tisztességes bomba kioldás, de nem szépségverseny. Ugrott a meghajtás, upszi. Kényelmetlen, nem igaz angol barátom. Ja, Andrei Artak legalább olyan jó a csávó angol kiejtése, mint az enyém, ha nem jobb. Annyika ahhoz már tehetség kell. Ó, pajtás. Vász. Kíváncsi vagyok, hogy a Repulse az vajon folytatja az útját, hogy cserben hagyja a szegény pavot. Hmm.
Mitsubishi bombázógépünkkel egy kényelmes fordulót hajtunk végre. Ha jól tudom, akkor ezek Mitsubishi gyártmányok, de... tévedés lehetőség az mindig benne van a pakliban, tehát az sajnos, hogy én hülye vagyok, az mindig egy opció, amitől nem tekinthetünk el. Javamra lehet írni, hogy az esetek zömében nem szándékkal próbálom átcseszni az emberek fejét, hanem egész egyszerűen tévedek. De ez azért nem nagyon tud menteni. Jó, a ráfutásunk enyhe bal, bombák kint. Ismét mozgásban van a Prince of Wales. De nem elég gyorsan. Ó, neki kéne állni, lőni, ugye? Tűz! Ah, Buffalo vadászgépek. Jaj, ez engem egy kicsit érzékeny, mindegy. Ó, le kéne vennem az egér érzékenységét, mert ez itt halálos. Nem fogom tudni megtalálni, hogy hol van ez, és hogy nem ez lesz a legelegánsabb küldetés rész. Mindegy, lőjünk. Ne foglalkozunk semmi mással, csak lőjünk. Jézus! Egyetértek, this looks bad. Hol vannak? Jaj, megjött a következő, úristen. Várjatok, hallod? Álljatok meg egy pillanatra, ez így nem fair. Az egerem szarakodik. Állj. Vissza minden. Húzatok haza. Ó, bocsi. Lehet, hogy kapott egy sorozatot a saját bombázógép. De hát erre vannak tervezve, nem igaz? Azt hiszem, hogy zuhan. Új cél. 7 óránál, friendly új cél, 5 óránál, elvileg jók vagyunk, nem? 6 óránál 3, 4, 5, az Egyesült Államok ipari kapacitása lehetővé teszi ezt, hogy tömegével szarják ki a Buffalo vadászgépeket, a jelek szerint. És nyugiban vagyunk? Nyugiban vagyunk, jó. Ez elég hektikus volt. Köszönöm az együttműködést az egeremnek. Emlékeztessem magamat, hogy takarítsam ki az egeret egyébként következő alkalomra. Sink those battleships! Repulse, Vampire, Electra. Maradjunk a Repulse-nál. Talán kevéssé van bent a történelmi köztudatban, hogy ez a semmit mondó kifejezéssel éljek. Milyen meglepő. Jajjajjajjajj, lehet, hogy elég megy. Nem, jó. Ó, éppen hogy csak. Ez az orban nem hiszem, hogy túl sok kárt okozhatott volna, hogyha a valóságban értük volna ezt a találatot el. Bár a sebességéből visszavett volna, legalább annyi. Légvédelem mindjárt le fogja kapni azt a kötőmet. Ajjajjajj. Tehát annyira talán nincsen benne a történelmi köztudatban, de a japánok szárazföldről indított nehéz bombázó kötelékei is, amit a tengerre szántak, tehát a Land Based Naval Aviation, megint csak ott tartunk, hogy nem tudom, hogy a magyar kifejezés. Indítok egy távoli torpedót, mert nem sokára szét fogják kapni a repülőgépet, innentől kezdve nincs értelme, hogy torpedóval zuhanjak le, maximum nem találjuk el a bohócot, nem igaz? Tehát ezek a repülőgépek is elég magas színvonalat képviseltek elsősorban a háború elején, és a valóságnak, valóságban is igen, gyönyörű sikereket mutattak fel. Többek között, mint láthatjuk is, ugye a britek zargatásában. Talán még egy áthúzást tudunk tenni.
az úgy érdekében. Csinálsz Vampire. Gáz neki, gáz, gáz, gáz. Ugye valóságban a topper indításának lenne egy ablaka. Véletlenül elkaptam volna a... Áj, ez egy ostoba dolog volt. Tehát valószínűleg az történt, hogy véletlenül túl alacsonyra ereszkedtem, és a motorok belekaptak a víz felszínbe. Hülye hiba! Azt kezdtem el magyarázni, hogy a valóságban a torpedó indításnak azért volt egy ablaka, nem lehetett túl gyorsan, sem túl lassan. Hát túl lassan még inkább hagyján, hogy a gép az átesne, de túl gyorsan sem lehetett a torpedót bele toszni a vízbe, és természetesen magassági korlátja is volt ennek. A japánok ebben is egy leheletnyit a háború elején előjártak. Nem utolsó sorban azért, mert fából készült stabilizátorokat helyeztek el a torpedókon. Egyszerű, ugye nagyszerű. Admiral Yamato foresaw the future of ocean warfare. Gone are the days when dreadnoughts ruled the sea. The future of warfare at sea belongs to aircraft. Gratulálunk a küldetéshez, találkozunk a következő héten. Még egyszer remélem, hogy jól érzitek magatokat, és minden jót addig is!